Kókuszkocka, kekstekercs, csokoládés piskóta, különböző ízesítésű muffinok, finomságoktól roskadoztak az asztalok a PTE egyik tantermében hétfőn délelőtt. Rezson sütötték a palacsintát, sorra kenték a lilahagymás zsíros és tepertőkrémes kenyeret, termoszban pedig meleg teát és kávét is kínáltak. Ez az egészségtudományi kar és a Szent György Albert Technikum közös rendezvényen most már évek óta, és a két szervezetegység kollégái ültek össze, hogy Szent Márton naphoz kapcsolódóan valami támogatást, valami segítséget tudjanak nyújtani a megye valamely rászoruló csoportja részére, és ez nőtte ki magát igazándiból most már egy olyan rendezvényé, ahol azért próbáljuk a Márton naphoz kötődő hagyományokat is egy kicsit megismertetni. Az intézmény számára fontos Szent Márton kultuszának ápolása, jó cselekedeteinek, szellemiségének hirdetése. A hallgatói önkormányzattal és az egészségügyi szakkollégiummal karöltve kínálták a saját készítésű édességeket, jelképesen megosztva így a köpenyüket. Idén is, mint az elmúlt években, nagyon jól sikerül ez a kis összejövetel, mind a kollégisták, mind a kollégák, a tanáraink, mindenki részt vesz ebben, és ez egy ilyen nagyon jó közösségi és közösségépítő esemény. A bevételt ezúttal a ritka és vele született rendellenességgel élők országos szövetsége javára ajánlják fel. A szervezet Szombathelyre hozza a fotópályázatára érkezett alkotásokból összeállított vándorkiállítást, amely szerdán 14 órakor a PTE épületében nyílik meg a szociális keretében. Az adományt is ekkor adják majd át. A jótékonysági vásárt néhány éve egy új kezdeményezéssel is kiegészítik, meghívnak egy idősekből álló közösséget, akiknek az oktatók és a diákok tartalmas délelőtti programot szerveznek az egészség jegyében. Ezúttal a fővárosi önkormányzat Szombathelyi idősek otthonának lakóit invitálták. Szendvicskrémeket készíthettek és kóstolhattak, illetve előadásokat hallhattak az egészséges időskorról.